Folyamatosan javítanak, építenek és pótolnak a Városgazda 18. kerület munkatársai a kerületben. A rongálások, lopások ugyanis mindennaposak a közterületeken és a közönség által látogatható helyeken. A fémtolvajok a napokban loptak el egy futballkaput a Vilmos Endre sportcentrumból, kézi fűrésszel vágták le. Egy darab alumínium kapu körülbelül 350 000 forint. A fémfelvevők 260 forint per kilogramm körüli árat fizetnek az alumíniumért, vagyis 10 000 forintnál többet nem kap érte a tolvaj. A megmaradt kapukat a bejárat melletti ajtóhoz hordták a munkások, ezeket itt jobban szemmel tarthatják, mint kint a pályán. A sportcentrumot biztonsági őr is őrzi éjszaka, aki szerint a kapu a szolgálata alatt még megvolt, tehát az elkövetők valószínűleg nappal loptak. Az egésznapos őrzés költségeit nem tudja finanszírozni az önkormányzat, ezért a megoldási lehetőségek között kamerarendszer felszerelése is felmerült. Nem kimélik a bókai kertet sem. Letörik a táblákat, elhordják a székeket, széttapossák a virágágyásokat, roncsolják a kerítést és firkálnak.